Azt mondja, hogy most kéne azt megcsinálnunk, hogy még itt tartunk, tehát beírtuk a saját fejlődőt, elmentjük a fájlt, nyomunk tehát egy Ctrl-S-et, és kinyomtatjuk. Tehát azt mondja, hogy Ctrl-S, fájlmenü, nyomtatás. És ugye PDF-be nyomtatjuk, vagy XPS-be nyomtatás, és betallózzuk azt a könyvtárat, amelyikben dolgoztunk, étterem néven, ugyanolyan néven egyszerűen kinyomtatjuk ezt a dokumentumot. És már is, ugye itt az ECDS szövegszerkesztés, megvan az étterem dokunk, étterem PDF-ünk, tehát két állomány készen van. Na most jön az, ami igazából adatforrás felhasználásával készítsen legalább két rekordból álló adatforrást. Azt mondja, hogy az adatforrásnak vezetéknév, utónév, irányítószám, város címet kell tartalmaznia. Egyébként, ha megnézed az eredeti adatforrást, amit általában a feladatokhoz mérgelnek, ugye, az így néz ki. Tehát név, cím, de a cím, név és a többiek azok egyetlen rekord, egyetlen tulajdonságként szerepelnek, nem pedig külön. Na most, egyébként adatforrásként ez is működik, hogy megfogod, egy új fájlt készítesz, üres dokumentum, beleteszel egy olyan táblázatot, tehát beszúrás táblázat, amelyik megfelelő oszlopszámot tartalmaz, azt mondja, hogy ebben az esetben tehát mi kell nekünk a feladathoz képest. E utónév, vezetéknév, utónév 1, 2, 3, 4, 5, igaz? Így van, tehát dokumentum 2, kell egy olyan táblázat, amelyik 5 oszlopból áll. Mi kell bele? Azt mondja, hogy vezetéknév, utónév, mondjuk ezt ékezettel is írhattam volna, vezeték, itt ebben nem számít, vezetéknév, utónév, pillanat, meg kell nekem, irányítószám, város, cím, irányítószám, város és cím. És a következő sorban pedig beírva, hogy Bruckner, hopp, utónév Siegfried, irányítószám, mit tudom én, 3000, város, négyszögletű, négy szög, nem tudok írni, négyszögletű, kerekerdő 5, kerekerdő 5. És kell még egy, azt mondja, hogy Ló Serafin, Ló Serafin, a Siegfriedet elírtam, azt mondja, hogy, és ő ugyanott lakik, 3000, négyszögletű kerekerdő, átmásolom, Ctrl-C, Ctrl-V, és ő is a kerekerdő 5, már ő lakjon a kerekerdő 6-ban, Ctrl-C, Ctrl-V, na, nem sikerült lemásolnom, Ctrl-C, Ctrl-V, és lakjon a 6 szám alatt. Jó, és azt mondom, hogy fáj, mentés másként, és ugye ez a gép, tanlózás, ott volt egyébként, csak bénáztam, MF, és az lesz, hogy azt mondja, hogy saját adatforrás. Voilà, és készen vagy. Megmutatom ezzel, hogyan működik, ezt már be is zárhatom. Tehát készen van az étterem dokunk. Ezt most először elmentjük másként. Mentés másként, hiszen ez már a törzs dokumentumunk lesz, tehát étterem törzs. És ezek után már jöhet is az adatba, forrásba, a
adatok beillesztése. Először is ugye akkor levelezés kell, és körlevél készítés indítása kellene. De hát ugye itt van az, hogy létrehozhat egy dokumentumot, de nekünk már létre van hozva, tehát címzettek kiválasztása, meglévő lista használata. És már is betallózzuk a letöltések, szövegszerkesztés, saját adatforráspont, dokot, megnyitjuk. És onnantól fogva már is van adat beszúrása. Mező, vezetéknév, szóköz, utónév, enter vagy shift enter, most legyen shift enter, irányítószám, szóköz, város, szóköz, cím. Hogy néz ki? Ja nem, a cím az alul van, tehát akkor ide nem szóköz kell, hanem egy shift enter. És Ctrl S, készen van az étterem törzs. Nézzük meg, hogy hogy néz ki. Eredmény megjelenítése ott van. Bruckner, Siegfried, négyszögletű kerekerdő 5. Ló, Serafin, négyszögletű kerekerdő 6. Tehát ez az egyik megoldás erre nézve.